Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, mit fog tenni? Ez egy általános jóslás, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást, vagy ezt a három kérdőjeleset, vagy egy másikat. A díjam minden jóslásnál 4000 forint, indiai asztrológiával együtt 10000 forint. És visszatérek az első kérdésre, ami úgy hangzott, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. Itt a virágok láthatóak. Lehet, hogy ez foglalkoztatja őt, és van kerti munka, de amit a kártyák még jelentenek, ez a virágcsokor a te szépségedet, a nőiességedet, egy kreatív tevékenységet, és ez a kála virág jelenti a tisztaságot, tiszta gondolatok, érzelmek. Azt is jelenthetik a képek, hogy közeledik hozzád, itt lesz egy meglepetés, egy meghívás, vagy egy ajándék, és szeretne veled valamit tisztázni. Amit ez a virág még jelenthet, ezek a szexuális témák. Lehet, hogy ez is megjelenik az ő gondolatában. És hogyan érzi magát? Nem túl jól, mert itt látható a nyilvánosság, és a nyilvánosságon megjelenik a ravasz róka. Tehát valaki úgy figyelgeti őt, meg olyan rossz indulatú személyek vannak a környezetében. Az is lehet, hogy elvárja azt, hogy megkapja a nyilvánosságon az elismerést, de mások átnéznek rajta, ezért a ravasz róka jelentheti a bizonytalanságokat. A fellépése olyan bizonytalan. És mit fog tenni? Ha te egy hölgy vagy, akkor te állsz itt a középpontban, lesz közeledés, lesz találkozás, dicsérni fog téged. És itt a hold jelenti az álmokat, a vágyakat, az elképzeléseket. Tehát álmodik, álmodozik rólad, látni akar téged. És mi köt össze benneteket? Itt a kígyó jelenthet ugyan egy nőt is, hogy valaki így közvetít köztetek. Ez lehet egy barátnő, egy jó ismerős is. Tehát ő fűz össze benneteket. Amit a kígyó még jelenthet, ez a gyógyító erő, a változások, a megújulások. Jó szándékkal közeledik hozzád. Szeretne veled valamit tisztázni. Kell a gyógyító erő is. Itt megvannak a mély érzelmek. Sajnos van egy kis hamisság a háttérben. Az is lehet, hogy ez a nő hamis, és mivel ő áll itt a középpontban, beleszól a dolgokba, amit ő szeretne veled tisztázni, hogyan lehetne ezt a kapcsolatot lezárni. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!